38 fok és magas páratartalom. A magyar öttusa válogatott riói edzőtáborban járt, ahol igen kemény munkát végeztek el, de már itthon vannak, és itt is van velünk a szövetségi kapitány Kállai Ákos, női szövetségi kapitány. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ha megnézem a szezont, akkor azt látom, hogy az első verseny egyből Kairóban lesz, úgyhogy ilyen szempontból ez a meleg felkészülés akár kimondottan jól is jöhetett, hiszen azért Egyiptom nem a téli kabátokról híres. Igen. Ebből a szempontból szerencsés, hogy egy héttel a kairói világkupa előtt már megkóstoltuk, hogy milyen is az a nyári meleg. Egyrésztről, másrésztről meg szerencsénk volt, mert nem csak a 38 fokot, hanem a hűvös 27-28 fokot is volt szerencsénk megtapasztalni. Úgyhogy ha így nézzük, akkor gyakorlatilag a kairói 25-28 fokba úgy megyünk át, hogy nem kell a 5 fokból át kapcsolnunk, hanem már gyakorlatilag a brazíliai repültérre megyünk át oda. Hogy sikerült egyébként az edzőtábor, mennyire volt jó a munka, és miért jó ilyenkor a tél közepén egy nyári, egy meleg égővi edzőtábor? Gyakorlatilag a kiírt feladatokat, penzumot, azt maximálisan mindenki teljesítette, úgyhogy elégedettek vagyunk szakmailag, mindenki amiért ment, azt ott megkapta, elérte. Másrésztről pedig én ezt legális dopingnak hívom, a télből elmenni egy napos, meleg országba, ugye a napsugárzásnak tudjuk, hogy van káros, de rengeteg pozitív hatása, rengeteg gyümölcsöt ettek a versenyzők, környezetváltozás, a téli szürke hétköznapokból, ez egy pozitív élmény, és feldobottan tudnak készülni a versenyzők. Harmadrészt pedig volt egy olyan rész, és amit én nem győzök hangsúlyozni, hogy a csapatépítése mennyire hasznos, elképesztően jó hangulatban telt ez a tábor. A fiatalok az idősebbekkel gyakorlatilag teljesen homogén rendszert hoztak létre, és ennek az előnye az, ugye sokszor azt mondjuk, hogy egyéni sportág az öttusa, de azon felül, hogy egyéni sportágod a célhoz csapatban kell eljutni, kell a segítség a futópályán. Egymást tudják segíteni. Így van, a vívóteremben, a futópályán, és a segíti őket ahhoz, hogy a végén majd egyéniben odaérhessenek a csúcsra. Nem csak Kairó miatt érdekes a meleg, hanem hogyha egy kicsit előre nézünk, akkor tudjuk, hogy Tokióban majd az olimpián várhatóan hőség lesz. Ezt is figyelembe vettétek? Természetesen. Bár messze van még Tokió, de az NBA test alkalmazkodik az ilyen szélsőséges körülményekhez, és emlékszik is rá. Úgyhogy nem gondolom, hogy egy az egyben fogunk emlékezni Tokióban majd erre a melegre, de a szervezet 2-3 nap alatt visszajön, és még szeretnénk menni Rióba, tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy 2-3 ilyen emlék, és az idősebb versenyzőknek már ugye volt is erre tapasztalatuk, akkor ez biztos, hogy előny lesz nekünk. Mondod, hogy szeretnétek menni Rióba, erre meg is van a lehetőség, ugyanis most is egy ilyen együttműködés keretében voltatok kint, ugye, szóval nem is kellett a szövetségnek úgymond hatalmas összegeket ebbe beleölnie. Gyakorlatilag a repülőjét és az étkezést kellett fizetnünk, a szállást és az edzés feltételeket, létesítményeket azt ingyen kaptuk. Ezért cserébe nekünk szakmai útmutatást, segítséget kellett adnunk a helyieknek, a brazil szövetségnek és a brazil katonai szövetségnek. És a jövőben ugyanezt a együttműködést szeretnénk fönntartani, kis előadásokat tartunk nekik, és a vívásban szakmai továbbképzést adunk. Jó üzletnek tűnik, de nézzünk bele egy kicsit az idei szezonban, úgyhogy nagyon érdekes lesz, mert elindul a kvótaszerzés, és hazai világbajnokság is lesz. Mégis azt mondom, hogy megkérdezem, melyik az év fő versenye, ugyanis az Európa-bajnokságon 8 kvótát is kiosztanak, a világbajnokságon itthon pedig csak 3-at, de hát az meg mégiscsak itthon lesz. Gyakorlatilag megfogalmaztad még a két fő verseny. Az Európa-bajnokság azért fontos, mert 8, de lehet, hogy 9 kvótát adnak, hiszen ha a világkupa döntőn európai nyer, akkor 9 kvótát fognak osztani az Európa-bajnokságon. És ugyanakkor a hazai rendezésű világbajnokság az mindig egy kiemelt esemény, ezt a két versenyt jelöltük ki, de természetesen kvótát szerezni 9-ből, 8-ból vagy 9-ből mégiscsak könnyebb. Ez a két verseny, én azt gondolom, hogy segít nekünk ahhoz, hogy már idén kvalifikációval rendelkezünk, egyel kettővel, ezen felül pedig a világranglista ponton, olimpiai ranglista pontokat tudunk gyűjteni, ami szintén segít abban, hogy bár úgy fussul neki a következő évnek, hogy 2-3 olyan versenyzőnk van a jó pozícióban, hogy már gyakorlatilag már csak a felkészülés kevét csinálunk, és az olimpiára kell készülnünk. Egy versenyen egy magyar szerezhet csak kvótát, mert ez a rendszer, viszont 3 olyan verseny van, világkupa döntő, EB, VB,
az év végén, mikor lezárjuk az idei év tapasztalatait, mivel lennél elégedett? Hát három kvótával maximálisan elégedett lennék, de két saját kvótával már igen. Nyugodtan hátra mernék dőlni, és azzal is nyugodt lennék, hogyha egy kvótánk lenne, fix névre szóló kvótánk, és két versenyzőnk olyan pozícióban várna a következő évet, hogy tényleg a felkészülést nyugodtan csinálhassák, és gyakorlatilag, ha a versenyeken csak elindulnak, akkor is olyan pozícióban lesznek a világkupa döntő vége, sorozat végére, hogy döntenem kell, ki az a kettő a háromból, esetleg négyből, akinek az olimpián lehetőséget adok. Hát reméljük, hogy a világkupa döntő és az EB után már úgy állunk, hogy itthon a világbajnokságon felszabadultan esetleg a negyedik világbajnoki címüket is megnyerhetik zsinórban. A lányok, köszönöm szépen, hogy belehallgattál. Így legyen, köszönöm.